Fiatal koromban nagyon sok mindent kipróbáltam, úsztam, teniszeztem, fociztam. A foci az sokáig nagy szerelem volt. Sokszor el is lógtam a kosár edzésre, de végén a magasságom révén is jó társaság volt, és az első edző miatt is a kosárba esett a választás. Én a Honvédban játszottam egy évet, és utána kerültem át a Dianához, ami egy utánpótlás nevű egyesület volt, és egészen érettségig ott játszottam. Érettségi után mindenképp egy olyan várost és klubot szerettem volna keresni, ahol egyrészt a tanulás is, ez a Pécsi Jogi Egyetemre került a választás, illetve a kosárlabda pályafutásomat is biztosítottnak láttam. Igazság szerint magas bedobó poszton voltam, utánpótlásban center voltam, amikor elkezdtem a felnőtt pályafutásomat, akkor 4-es poszton játszottam, akkor még kívülről is jobban dobtam, és aztán így az évek folyamán vált belőlem. Fantasztikus játékosokkal játszhattam együtt, így utólag kiemelkedő centerektől tanulhattam, legyen itt szó akár Stojanról, Bojan Lapovról, Orosz Benőről, Grebenár Petiről, Ziegler Lacival, hogyha ezt a névsort így végigmondjuk, és én minden nap mellettük edzhettem, illetve játszhattam. A Szolnok ellen mi évekre visszamentőleg a Falkóval ugye többször is döntőt buktunk, a körmenddel egyszer a Szolnok ellen estünk ki a rájátszásban, sőt még a pécsi évekre visszamenőleg is volt, úgyhogy itt a rájátszásban nyertünk a Tisza Ligetben egy fantasztikus hangulatú mérkőzésen, majd a Szolnok vette vissza a Pécsen a pályelőnyt, tehát ennyi év után nagyon-nagyon sok csatát megértem a Szolnok ellen. Milyen érzés volt nem feltétlenül a csapat ellen, hanem mondjuk a Tisza Ligetben pályára lépni, mint ellenfél játékos? Ott azért kaptak hideget, meleget az ellenfelek. Igen, én is kaptam. Ezt kár lenne tagadni. Én visszaemlékszem, annak idején mindig Körmenden volt ez, amikor ellenfélként mentem, és itt Szolnokon is, hogy libabőrrel jött be már az ember fiatalként is. Egyedülálló, hogy ekkora rivális klubok között igazolt valaki. Én a Szombathelyről való távozásom után mindenképp top csapatba szerettem volna igazolni. Volt bennem várakozás, némi félszés, természetesen, mert azért ez egy tényleg nagy váltás, a Falkó és a Szolnok között azért nagyon nagy rivalizálás van, és tényleg az elmúlt években számos nagy csatát megértünk egymás ellen, úgyhogy volt bennem némi félsz, de ezt igyekeztem leküzdeni. Hogy tetszik a város? Egyáltalán hogy érzitek magatokat itt Szolnokon? Számomra nem jelentett különösebb problémát. Én nagyon örültem annak, hogy ennyi bicikli út van. Én délelőttönként mindig biciklivel járok edzésre. Nagyon szeretem a természetet. Ez külön öröm, hogy a Tiszaliget ilyen gyönyörű. A belvárost is nagyon szépnek tartom, úgyhogy pozitív mindenképpen. Én nagyon sokat szoktam sétálni a kiskutyámmal, tehát nekem mindenképp azt jelenti a kikapcsolódást. Hát a kedvenc hely mindenképp a Tiszaliget. Több mint 7 éve van velem, és mindenhova követett. Tavaly csináltam róla egy fényképet, hogy apa végre sikerült aranyérmet szerezni. Tehát ő azért mindennapi társ, a barátnőmmel távkapcsolatban élünk, de a Pepi mindenhova követ, engem szeret kocsizni, és tényleg edzések között azért egy biztos pont, hogy őt mindig kell vinni sétálni, ha fáradt az ember, ha nehéz volt az edzés. Amikor az ember hazaér, ő alig várja, hogy lemessünk az utcára. Nagyon sok podcastot hallgatok, az utóbbi időszakban lett ez nagy hobbim. Emellett olvasok, és ami még, hogy gazdasági hírekkel én nagyon szeretek foglalkozni, emellett szabadidőmben még sorozatokat és filmeket szoktam nézni. Nagymamámhoz kötődik ez a sztori is. Kiskoromban azt mondta, hogy az a legfontosabb, hogy megszerettesse velem az olvasást, és azért ezt problémának látom, hogy a kötelező olvasmányok azért nem mindig az olvashatóságról szólnak, és nagyon örülök, hogy annak idején olyan könyveket adott a kezembe, ami által megszerettem az olvasást. Nagyon sokat utaztam én régen edzésekre, sokat BKV-ztam, metróztam, tehát ez napi 3-4 órát is jelentett, tehát volt időm olvasni.
a gyermekkorom egyik legmeghatározó Dalló Sándor, az Aranyeset című könyve. Mi vezetett el a gazdasági rovathoz? Ez nagyon jó kérdés. Egyszer csak ez valószínűleg ugyanúgy jöhetett számomra, mint a környezetvédelem, meg a környezet tudatos életmód. Azért a csapattársaimat és a családot is sokszor ebből az őrületbe kergetem, de mind a két témát nagyon szeretem. A tőzsde világával is szeretek foglalkozni, illetve nagyon sok olyan cikket olvasok, ami a fenntarthatóságról, illetve arról szól, hogy mégis hogyan élhetünk ezen a bolygón úgy, hogy azt közben ne tegyük tönkre. Végezetül mi a célod a szolnoki szezonban, szolnoki pályafutásod alkalmával? Mindenképpen szeretnénk felső házba kerülni. Az első cél ugye az, hogy a Magyar Kupa részvételt bebiztosítsuk. Lépésről lépésre építkezzünk, és ami a legfontosabb, hogy ne legyenek ekkora hullámvölgyeink, mert nagyon sokszor jellemző volt ránk, hogyha vannak jó periódusaink, és utána óriási mélypontok, és hogyha ki is kapunk, akkor nem történhet meg az, mint oroszlányban, ahogy kikaptunk. Tehát, hogy mindvégig legyen egy tartása a csapatnak. Az elvégzett munka az mindenképp arra predesztinálja a csapatot, hogy előrébb lépjünk.